Kiemelések Berta Dudde közléseiből az isteni tanításokból. Szerkesztette Szondi Miklós. 18. fejezet. Ima. Csak akkor tudlak felvilágosítani benneteket, ha összeköttetésbe léptek velem, ha bensőséges ima útján halljátok, hogy mit mondok. Ha nem közvetlenül a szellememen keresztül szólítalak meg, akkor az ima után felmerülő gondolatokat válaszomnak tekinthetitek. Kívánságotok és a hozzám intézett kérés biztosítja a helyes gondolkodást. Várom azokat a csöndes időket, amikor kapcsolatba léptek velem, amikor párbeszédet folytatunk, vagy megkérdeztek valamiről, isteneteket és teremtőtöket. És ha nem szólíthatlak meg közvetlenül benső hanggal, akkor is biztosan válaszolok gondolatok formájában. Felismerd gyengeségeitek és hiányosságaitok tegyenek alázatosá, és indítson bensőséges imára, hogy segítselek olyanná alakulni, aki csatlakozhat hozzám. Én mondom nektek, mérhetetlen kegyelmet kaptok, mert ez az akarat nyitja meg szíveteket, és így tölthetem be szeretetem erejével imádkozzatok hozzám, engem keressen gondolatotok, és kívánja folytonos jelenlétemet. Vágyakozzatok szeretetemre, és én szívesen teljesítem. Csak adjátok át nekem magatokat, és legyetek készek szeretetem erő áramának felvételére, mert ennek feltétele a mindenkori bensőséges kapcsolat. Ha érzelem szerint kellemesen érint szavam, már is van bizonyítékotok, ami jelzi, hogy engedtétek szíveteket beszélni. Tudnotok kell, én mindig a szíven keresztül szólok hozzátok, és ez már bizonyíték, hogy engem hallotok, így könnyű lesz hinnetek. Mély összeszedettséggel imádkozzatok, így lépjetek kapcsolatba velem. Kapcsoljátok ki egészen gondolataitokból a világot. Adjátok át magatokat teljesen nekem, és befelé figyeljetek hangomra. Ekkor hangzik fel halkan és finoman. Hangzással vagy gondolatilag, érettségetek szerint jön tőlem mindig, és nem magatokból indul. Ha el tudtok zárkozni teljesen a világtól, hogy bensőséges párbeszédet folytassatok velem, akkor szavak nélkül, csupán a döntésetekkel is magasztaltok már. Néma imát végeztek gondolatban. Igazi imádást, mely bő áldást hoz lelketeknek, mert a kapcsolat velem erőhöz és kegyelemhez juttat, amit a lélek érlelődéséhez nyújtott segítségként érez. Aki velem akar beszélni, hangomat kívánja hallani, annak teljesen el kell oldódnia a földi világtól. Csak a szellemi értékek elérésére vágyódhat. A gondolkodása még földi dolgokhoz tapad, akkor ismételten bekapcsolódik ellenfelem is, mert erre joga van, mivel a földi világ az ő birodalma. Bármikor védekezhettek, amennyiben előzítek a világi dolgokat gondolataitokból. Amint sikerül az embernek visszahúzódni a csöndbe, és párbeszédet tart velem teremtőjével, a földi események visszavonulnak, és elvesztik ijesztő mi voltukat észrevehetően érzi az erő áramlását, szívében nyugalom és béke honol. Tudja, minden, ami történik, az én akaratom, vagy én engedem meg, tehát áldást is hozhat lelkének. Csak bensőséges, hozzám szóló imád kérek, és valóban erre az időre és az örökké valóságra is megvagytok mentve. Ugyanis ilyen imával ismertek el újból atyátoknak, akitől egyszer elindultatok, és akivel ismét kapcsolatot kerestek. Ekkor áradhat újra belétek az erőm, és kizárt a mélységbe való visszaesés. Olykor nehezetekre esik, hogy közel lépve hozzám párbeszédet folytassatok velem. Milyen gyakori, hogy távol maradtok és egyedül kínlódtok bajaitokkal, pedig mennyire egyszerű lenne, ha rám tennétek minden terhet, hogy megszabaduljatok ezektől. Nagyon szívesen beszélgetek gyermekeimmel, de csak akkor tehetem, ha ti szeretetben éltek, mert a szeretet csak szeretethez tud beszélni. Ezért jöjjetek közvetlenül hozzám. Bensőségesen kapcsolódjatok hozzám, figyeljetek befelé, hogy meghalljatok engem és párbeszédet folytassunk. A bizalommal elém terjesztett gond egész biztosan megoldódik majd. Amint földön jártamban beszéltem tanítványaimmal, úgy akarok ma is beszélgetni azokkal a gyermekeimmel, akik hallani szeretnének. Néha az ember szeretetbeli tetteivel úgy fejlődik, hogy jelen tudok lenni nála. Szívét megtisztította, felkínálta nekem, de még nincs meg a hite, hogy engem közvetlenül hallhat. -ha minden ember megszólítva érezheti magát, ha a velem való bensőséges beszélgetés után türelmesen várakozik, amíg válaszom tudatosul benne. Éppen ezt a türelmes várakozást nem szabad elhagyni, amíg várakozik rám. De ez feltételezi azt a mély hitet, hogy beszélek gyermekeimhez. Hallhattok engem gondolataitokként is, mert a gondolat nem tőletek ered, hanem tőlem áramlik hozzátok de ezt világosan csak akkor értitek meg, amikor lelketek már szellemi fülekkel képes hallani, és annyira felkészült, hogy megérti a gondolatban közölt szavaimat, és képes tudatosítani magában. Beszéden nem lesz mindig zengő hang, hanem gondolataitok észrevetően úgy alakulnak, mintha én beszélnék hozzátok. Csak legyetek figyelmesek, és addig várakozzatok, amíg ilyen formán megkapjátok válaszomat. Egyet viszont mondok, amint csak is rám gondoltok, imában beszéltek velem, vagy segítségű hívtok, már is nálatok van szeretetem. Egyetlen szó sem veszik el, amit mély hittel küldtök felém, és egy sem marad válasz nélkül. De lelketek igen sokszor hagyja, hogy elmenjenek szavaim mellette, pedig igen boldoggá tennék nem iskolázátok szellemi füleiteket, és ezért nem ismeritek fel szeretetem megnyilvánulását és viszonzását. Ha Istenhez nem beszéltek olyan bensőségesen és bizalmasan, ahogy édesapátokhoz beszéltek, akkor csak úgy beszéltek, ahogyan a hagyománynak megfelelően megtanították, ahogy az egyház hite előírja. Ez igen könnyen csak formális marad. Olyan ima, melyet nem lélekben és igazságban küldenek felém. A szív beszédét akarom hallani, melyhez szeretettel odahajlok, és engedélyezem a kérést. Gondolatban belsőségesen kapcsolódjatok össze velem és beszéljetek hozzám úgy, ahogyan egy gyermek beszél az édesapjával, egyszerűen és közvetlenül tele gyermeki bizalommal testvérként és barátként engedjetek magatok mellett menni, és mondjatok el mindig mindent, ami belülről mozgat. Az emberek imái ritkán olyanok, amilyennek lenniük kellene. Talán még istenükhöz imádkoznak, de atyukhoz nem. Imájuknak nincs ereje, mert hiányzik belőle a gyermeki bizakodás és a hit, hogy meghallgatom. Így nem alkalmas rá, hogy a helyes gyermek viszont jelezze. Még túl távol állnak tőlem, még csak próbálkoznak, hogy aztán annál hitetlenebbek legyenek, ha imájuk hiába való volt. Ha az imából hiányzik a bensőségesség, akkor az nem éri el a fülemet, és teljesítés nélkül marad. De sohasem azért, mert belőlem hiányozna a szeretet hanem mert belőletek hiányzik a gyermeki bizakodás irántam, pedig az biztosan szavatolja mindenféle dolog teljesülését. Csak tudnátok hinni a hozzátok való mérhetetlen szeretetemben, amely nem akarja, hogy szenvedjetek. A bensőséges ima a szívből emelkedik, a velem való bensőséges kapcsolat eredménye. Ez a gyermek ilyenkor úgy beszél velem, mint az atyával ha csak dadogni tud, és nem használ helyén való szavakat, megértem mégis dadogását, és úgy értékelem, mint a gyermek szeretetből induló kiáltását atyához, meghallgatom és válaszolok rá. Amikor imádkoztok, táruljon ki teljesen szívetek ajtaja, hogy beléphessek, és világossággal, kegyelemmel tölthessen meg ezért legyenek gondolataitok a legteljesebb szeretettel nálam. Maradjon a szív minden más gondolattól mentes, és ekkor folytassatok halk párbeszédet velem. Semmi sem bizonyítja jobban bensőséges odaadásatokat, mint a halk párbeszéd, amit szívetek folytat velem, mert ezt gondolkodás nélküli forma imákkal nem végezhetitek el. Ekkor minden felém irányított szó gyermek ilyen, és bizalmasan hangzik. Ekkor a gyermek mindent elér, mert az atya szeretete nem vonja vissza magát, és a gyermeket megállás nélkül boldogítani akarja. Szellemben és igazságban kellene imádkoznatok. Hinnetek kell, hogy én vagyok, hogy hatalmam van segíteni, és szeretetem akar segíteni rajtatok. Ez a szilárd hit megtalálja veletek a helyes szavakat vagy gondolatokat. Azután szívetek szerint beszéltek hozzám. Ez nem a ajakima. Ez az igazi párbeszéd velem, mert rám bízzátok gondjaitokat, szükségleteiteket, és bizton várhatjátok a választ. Gondoljatok megállás nélkül rám. Folytassatok párbeszédet velem. Ez tetszésemre lesz, mert így mérhetetlen kegyelmeket merítetek, mivel a tartós kapcsolat megnyit benneteket ezek befogadására. Kezdjétek ezért velem a napotokat, kérjétek ki tanácsomat minden tevékenységnél, így engedtek állandóan közeletekben tartózkodnom. Az igazi imához hozzátartozik a szív alázata. Az irántan való alázat is a hozzám való szeretet bizonyítéka, mert a szeretet soha nem uralkodni akar, hanem szolgálni. Tehát aki szívében szeretettel lép elém kérésével, az alázattal lép elém, és én viszonzom szeretetét. Akiből az igazi alázat hiányzik, annak az imája a félelem kiáltása. Szívében elismer, de nem szeret, mert maga még nem vált tiszta szeretetté. Az ima egy híd, amire minden pillanatban ráléphettek. Mégis kevésbé használt út ez nálatok, mert az imából csak a forma maradt meg, szavak ledarálása, melyek értelme nincs átgondolva, és ez többnyire megnehezíti a felén fordulás bensőséges gondolatát, áhítatát. Az ima a hozzám vezető híd gondolataitok földiről szellemi világra való hangolása. Engem szeretnétek megismerni, akaratatok felém irányul. Ráléptek a hídra, amelyen járnatok kell ezentúl, engem tartva mindig szem előtt. Felismerem akaratotokat, elétek megyek, mert megörvendeztet minden lélek, aki szabad akarattal fordul felém. Használjátok az imát, a hidat, amit nektek építettem. Kapcsolódjatok gyakran hozzám gondolataitokban. Imádkozatok szellemben, igazságban, gyengeségeiteket bevalva kérjetek kegyelmet és erőt a hosszú úthoz, amelyen zarándokolnatok kell, amíg eléritek a célt. Akik imádnak, tegyék azt lélekben és igazságban. Egyedül az van tetszésemre, ami a szív legmélyéről jön. Ez érje el füleimet is. Tehát csak az emberek szívét nézem, és nem figyelek a szavakra, amit a száj mond, ha a szív nem részesedik a rezgésében. Aki kér, az kap, és az ima bensőségessége garantálja, hogy mennyit kap. De az ima ereje megnövekszik, ha rám teljesülését, ha megadással alkalmazkodtok akaratomhoz, és teljesen átadjátok magatokat vezetésemnek. Ekkor lelke üdösségét szolgálja minden. Szavam így hangzik. Kérjetek és adatik nektek. Aki alárendelte magát nekem, annak már akaratom az ő akarata is, és helyesen irányítja gondolatait. Már csak azért imádkozik, ami előbbre viszi szellemi fejlődését, és testére már nem is gondol. Én viszont megadom neki, ami testének lelkének kell mert ígéretem szó szerint teljesül. Óriási erejű az olyan ima, ami együttesen hangzik el, amikor azért gyűlnek össze emberek, hogy közösen terjesszék elém bizonyos ügyüket, mikor szívük mélyéből ugyanazt kérik valamennyien, még ha csak egy rövid kérés is az. Amennyiben szellemben és igazságban kérnek, meghallom, és meghallgatást kapnak.